tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatodd az öveket és nyújt be a Parallaxisba. Parallaxis. A Parallaxis Podcast és blog együttműködő partnere a planetology.hu tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, ez itt a Parallax és 48. epizódja a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, és itt vannak mai beszélgető partnereim, Farkas Csaba és Vince Miklós. sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Én is szintúgy, sziasztok! A mai adásban a Külön Vélemény című filmről beszélgetünk. Mi volt a benyomásatok a filmről, miután megnéztétek, vagy most újra néztétek? Miklós? Én? Hát én, én már nagyon régen láttam, én csak azt hittem, Csaba lesz itt a fő Reagáló, de én láttam nagyon-nagyon-nagyon régen, csak már elfelejtettem, a feleségem emlékezett rám, most újra néztük éjjel. Rólam mondjuk tudható, hogy én nagy barátja vagyok Steven Spielberg munkásságának, és, és én azt hiszem, hogy ez egy, egy gyöngyszeme ennek a munkásságnak. Én nagyon, nagyon élveztem ezt a filmet. Mély, ez egy mély film. Tehát itt azért azt hiszem, hogy a szokásos spielberg néha kikacsintos Hollywoodos keretbe belerakva, de azért itt egy nagyon mély filozófiai ősi régi kérdést, a szabad akarat kérdését járja körbe ez a film, és, és nagyon tetszik, ahogy ezt teszi. Azt hiszem a vége az kicsit össze lett csapva, én máshogy fejeztem volna be ezt a filmet, de összességében nagyon tetszett. Egyet értek a Miklóssal, nincsen külön véleményem a külön véleményről, nagyon tetszett nekem is. Én ezt akkor láttam, amikor megjelent, úgyhogy azóta nem nagyon most újra néztem, és fantasztikus volt. Philip K. Dicknek valóban nagyon jó az alapötlete, hogy most akkor aki arra gondol, amire gondol, azért felelősségre vonható-e, vagy éppen nem. És a Steven Spielberg ék, jól nyúltak ehhez hozzá, jól adaptálták filmre, mert azt hiszem, hogy ez egy rövidebb történet, talán ez egy novella. Így van. És ebből ők hát egy Két, több mint két órás filmet hoztak össze, és kitöltötték, tehát nem volt unalmas, volt benne potenciál, a karaktereket jól elrendezték, nagyon tetszett. Egyedül ez a furcsa filter az, ami hát ilyen furcsa hatást keltett bennem. Ilyen kékes, vagy nem tudom, milyen szűrő van rajta. Néha az is előfordult, hogy mintha azok a világítások nagyon túl lennének tekerve, be van égve a háttér, de ez lehet, hogy csak nekem. De ez, volt szinte, ennyire figyelj, fájó. ez szinte ugyanaz az univerzum, meg ugyanaz a látványvilág, mint ami a Spielbergnek az egyen korábbi filmje volt az AI. Nektek nem volt ez a benyomásotok? Ugye azt is de, lehet? Ugye? Tehát még az is tehát, hogy ez ugyanaz az univerzum, most erre nem mernék megesküdni. Ugye pont tőletek hallottam például azt az infót, hogy az Alien univerzum például az ugyanaz, mint a, mondjátok már, a... Szárnyos az, az Igen, igen, a Blade Runner univerzum. Na, tehát nekem van, ez jutott közben eszembe, még az autók is, mintha hasonlítottak volna meg az egész. És a filter is, amit mondasz. Lehet. Egyébként a múltkor ugye megnéztük az én a robotot, és ahhoz képest drasztikusan jobb szerintem a CGI időtállóbb, és, és az egész világnak a megjelenítése jobban sikerült. Azt hiszem, hogy uh, mikor is néztük, nem tudom, hogy mikor az én a, a robot, meg a Steven Spielbergnek ez az alkotás, hogy korrekte összehasonlítani a kettőt ilyen szempontból. Hát ez az alkotás ugye 2002-es, a, a már, már mint a Minority Report, az IRABOT az viszont 2004-es, tehát nagyjából azért szerintem oké, okay, hogy minden évben brutálisan fejlődik a technika, de nagyjából azért összevethető. Mit gondoltak arról a jövőképről, amit vázol? Maga az, ahogy Tom Cruise-ot kalimpál ott a kijelző előtt, az azt hiszem, hogy annak idején egy ilyen hatalmas nagy vízió volt, hogy hú, az hogy kezeli már, meg hogy tologatja azokat a dolgokat ott a kijelzőn. Azt hiszem, hogy ez dizájnba nagyot szólt. Ma már ebbe semmi extra nincsen, így visszanézve, de minthogyha olyan emlékeim lennének, hogy arra úgy úgy a világ ráállt, hogy na ez egy, ez egy nagyon előremutató és nagyon látványos, elképzelés, úgyhogy nekem ez maradt meg. A, ez a három ö, hogy hívják őket? Prekogok? Mert most valami miatt én nem uh -huh. szinkronosan tudtam ezt megnézni. Tehát ezek a jövőt előre látó ö, egyének ez egy hátborzongató cucc, a, és ennek azt hiszem van is folytatása, tehát egy sorozatban ö, ezt kidolgozták, vagy hát fölvették a fonalat, tehát az nem olyan sorozat, hogy mit tudom én újra elkezdték ezt a sztorit elmesélni, hanem közvetlen folytatása ennek a filmnek. Én ezt mondjuk nem néztem meg, mert hát mindenki lebeszélt róla, hogy ez már nem sikerült olyan jól, mint maga a film. De igen, tehát ez a három egyén, ugye egy ikerpárról van szó, és egy hölgyről, hogy így előre látja a dolgokat, ez megfelelő alapot nyújt, vagy hát így erre építkezve ki lehet bontani ezt a bűnügyi szállat, mert végül is ez egy bűnügyi film, egy ilyen bűnügyi skifinek nevezhetjük. Ami... Kalambó az űrben. Igen. <gül> <gül> egy ilyen bűnügyi skifi előrejelzik, hogy ugye van itt, itt kétfajta gyilkosság típust látunk, azt hiszem az egyik az a előre megfontolt, ebből van kevesebb, mert hogy ez a rendszer, ez már viszonylag régóta működik, és Visszaszorította, elrettentő ereje van ennek az igazságszolgáltatási eszköznek, hogy valaki, mondjuk előre kitervelten, szépen, szisztematikusan megtervezett módon hajtson végre egy gyilkosságot. Inkább itt a hirtelen felindulással foglalkoznak a főhősök is. Itt ugye rögtön a filmnek az elején egy megcsalás van és itt már szerintem elgondolkodik a néző ennek a jól beállított dilemmának a, az alaphelyzetén, hogy tulajdonképpen né, nem, nem biztos, hogy felelősségre vonhatóak vagyunk a, a saját jövőnk miatt. Tehát lehet, hogy elképzelhető ez a helyzet egy utópiaként is, meg egy disztópiaként is, hiszen nincsen bűnözés, vagy hát jelentősen visszaszorul, viszont hát ez mégiscsak egy gondolatrendőrség, ahol Elvisznek embereket, ha kell, hanem amikor még el se követtek semmit. Jó, lehet, hogy nagy valószínűséggel elkövetik azt, de hát azért értitek. Igen, ez a szabad akarat, ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és ugye ebben nagyon jó tök jól körbe is járják. Ugye van például az a jelenet, amikor mondjuk a maga Tom Cruise próbálja demonstrálni az egyik arra járó kvázi laikusnak a dolognak a filozófiai megalapozottságát azzal, hogy elgurít egy, 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 fogolyót, és akkor az persze leesne ott az asztal sarkáról, és akkor az a tamáskodó arra járó egyszeri felhasználó elkapja a golyót, és akkor kérdezte Cruise-ot, hát maga ezt miért kapta el? Hát azért, mert leesett volna. Ugye? És akkor tehát egyértelmű, ugye egy Newtoni univerzumban, amiben Hát a, new, new, a Newtoni univerzum az egy determinisztikus univerzum, ezt fizikusként, ugye, valahogy rögtön persze ehhez tudok így rákapcsolódni, hogy az univerzum az determinisztikus a Newtoni szemléletben, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy valaki megmondja, akár a világegyetem legelején, a kezdetek kezdetén, hogy melyik részecske hol van, és hogy melyik részecskének mennyi a sebesség, A Aper így van, sőt, hát kezdő kezdőfeltételek, vagy akár azt, igen, perem feltételeket, meg a kezdőfeltételeket, ha megadom, akkor onnantól kezdve minden kiszámítható. Igazából ez az, amit ugye hát úgy mondanak, hogy deizmus, és konkrétan például, amikor a madács ember tragédiájában az, az, az hangzik el, vagy az szerepel, hogy a gép forog az alkotó pihen, az ugye pontosan ugyanez az univerzum, amikor az van, hogy a jó Isten, mint órás mester beállítja a kezdeti feltételeket, és akkor minden egyértelműen meghatározott a kezdetektől fogva. Ez egyben egyébként azt is jelenti, ez talán most Madács, az nem jutott el eddig talán, vagy nem gondolta végig, de ez egy óriási dilemma, mert ez egyúttal azt is jelenti, hogy nincsen szabad akarat. Tehát ugye gondoljuk bele, hogyha minden a világegyetem kezdetétől fogva meghatározott, az oké, hogy nem tudhatjuk, mert nem tudjuk kiszámítani, hogy mi lesz, de nincsen választási lehetőségünk. Ugye? Tehát ez ezt jelenti. Ez egy determinisztikus univerzum. Most a, a, a világ tudományába egyébként éppen a 20. században jött vissza a szabad akarat lehetősége a kvantummechanikán keresztül, mert a kvantummechanika azt tanítja nekünk, hogy mivel, hogy Newton tanításaival ellentétben elvileg sem ismerhető a részecskék helyének, meg a sebességének a pontos értéke, ebből az következik, hogy elvileg Schrödinger macskájára gondoljatok, tehát amiről Erzsó tök jó cikket írt valamikor egyszer a Parallaxis blogra, tehát, hogy abból az következik, hogy elvileg sem jósolható meg, hogy mi lesz. Tehát nem az, hogy, nem az, hogy a mérési pontosságunk kizárja, hogy izé nem tudjuk elég pontosan megmérni, és nem tudjuk kiszámítani, nem. Hanem az univerzumunk olyan, hogy nem lehet tudni, tehát van valami bűvös fal, ami mögött ugye zajlanak ezek a dolgok, ahogy erről egyébként a déjà vu adásban egyszer beszélgettünk, ha emlékeztek. És most ez ugyanaz a dolog, ez ugyanaz a kérdés, mint ami ott felmerült, hogy ugye egy szimulált univerzumban élünk-e, ugye amikor a, arról beszéltünk, hogy a má, Matrixban élünk-e, ugye ez egy kicsit hasonló kérdés, és, és ez a film is valahol ezt boncolgatja szerintem. Van-e az embernek szabad akarata, és ha van, akkor az meddig terjed? Lehet-e egyáltalán elvileg előre látni a jövőt? A kvantummechanika azt vetíti előre, hogy nem. Ez a film ez azt vetíti előre, hogy, hogy igen és hogy ez talán jósolható az esetek nagy részében. De, mint látjuk, itt sem egyértelmű, hiszen, amint a film címe is mutatja, lehet külön vélemény, ugye három, ugye, prekog, az megpróbálja jósolni a jövőt, és nem véletlenül vannak hárman, azért vannak hárman, hogy ne legyen, amikor egyet nem értés van a köztük, akkor ne legyen döntésképtelenség, tehát, hogy mindig meg legyen, meglegyen úgymond a kétharmados többség. Tehát azért ez egy rendkívül érdekes kérdés, és és, és nem, is, nem is kapjuk meg a filmben egyértelműen a választ, én azt hiszem. Ez nagyon izgi. Nekem a szabad akarat az inkább a, a Devs című sorozatban ö, hangsúlyosabban kidomborodott, tehát ott, ott konkrétan hát arról se akarok sokat elmondani, mert nagyon hamar elspoilereződne itt egy, egy csomó minden, de tegyük fel, hogy olyan szimulációt, vagy olyan modellt tudunk létrehozni, ami minden egyes feltételt, ami csak a, a Földön, vagy ami csak az Univerzumban úgy kialakulhat, a számításba tudja venni, és ez alapján tud jóslást ö, alkotni, és, és egy jövőképet elénk tárni. Most visszatérve a szabad akarathoz, nekem a szabad akarat kérdés az ott kristályosodik ki, hogy meg tudjuk-e előre mondani, hogy a az összes feltétel, az összes dolog, ami történik, az milyen eredményhez vezet minket, kiszámítható-e, modellezhető-e, ha igen, akkor nincs szabad akarat, ha meg ezt nem lehet megcsinálni, nem csak számítási kapacitás miatt, hanem amiatt a beépített, nem tudom, hogy fogalmazott a Miklós függöny miatt, vagy ilyen az univerzum beépített korlátai miatt, akkor meg, akkor meg arról van szó, hogy, hogy Nincsen ö, erről szó. Igen, és ez azért valahol azért egy nagyon-nagyon meredek és visszatérő kérdés az emberiség történetében, hogy egyáltalán mihez kezdenénk egy ilyen lehetőséggel, ha lenne. Tehát, hogyha például a bűnözőket előre a tettük elkövetése előtt el tudnánk különíteni, akkor mi lenne a morálisan helyes eljárás? arra, hogy, hogy, hogy tényleg most akkor mit csináljunk velük, akik ugye de facto tényszerűen ugye ártatlanok abban a pillanatban, hogy elfogják őket, hiszen nem követtek el semmit, hiszen a lényege a dolognak éppen a megelőzés, ugye nyilvánvaló, hogy ez egyébként ugye az Egyesült Államokban gyökerezik ugye a sztori, amerikai filmről beszélünk. Néha európaiként amúgy el is csodálkozunk azon, hogy mennyit szenvednek azon, hogy a prekogok által megjósolt embereket megtalálják annak ellenére, hogy fogolyókra rágravírozzák a nevüket, tehát lehet tudni, hogy ki az az ember, és akkor ki jön a golyó, és akkor mégis kb. úgy a csodával határos, hogy hogyan lehet levadászni, hogy, ho hogy a megfelelő id időben odaérjenek meg hogy hova kell érni egyáltalán, holott ismerik pontosan az időpontot, ezek a, a látomásai révén tökéletesen ismerik a rendőrök azt, hogy, hogy mikorra kell odaérni, és hogy hogy hívják az áldozatot például, és ennek ellenére mindig ilyen nagyobb bravúr, hogy melyik házban lakik az illető. Ugye ez tipikusan amerikai probléma, ugye Magyarországon ez nem fordulhatna elő, tehát Magyarországon, oké, most itt a Covid oltás kapcsán volt némi adatbázis anomália, hogy finoman fejezzem ki magam, de, de azért úgy általában ugye nálunk az oké, hogy hogy, 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 hogy van ez embernek egy személyi száma, van egy személyi igazolványa, van egy lakcímkártyája, és hogy ezek mind benne vannak egy központi adattároló rendszerben. Most az Egyesült Államokban ez elképzelhetetlen, például, ugye? Tehát, hogy, hogy hogy Magyarországon például ezt a Science fiction t ilyen szempontból nem lehetne lefor leforgatni, hogy például az első megcsalós jelenetben, amikor a nézőkkel először ismertetik meg, hogy ez a megelőző rendőrség, ez a bűntény végrehajtása előtt a tettest elfogó fajta rendőrség, ez hogyan működik. Ugye ott akkor a Tom cruise úr óriási kreativitást kell, hogy latba vessenek ahhoz, hogy megnézzék, hogy a sorházak közül melyik az a ház, ahova be kell menni. A sok ugyanolyan ház közül. Magyarországon elképzelhetetlen lenne, nem? Tehát, tehát ott van a számítógépes rendszer, megnézik, tudod a nevét, ott van az adatbázis, megmondja a lakcímét, tudom, mész és kész. Amerikában nincs ilyen, tehát Amerikában nem létezik például személyi igazolvány. És az az érdekes, hogy, hogy, hogy tök viccesen vegyíti a Spielberg ezt, ez nekem tök paradox, már kez eleve, hogy hogy, hogy, annak ellenére, hogy itt ilyen, ugye mindenhol szemszkennelés van, és kb. az a benyomásunk, hogy mindenkiről tudjuk, hogy ki merre jár, tehát, hogy itt a nagy abszolút figyel mindenkit, de, de ehhez képest például az nincs benne az adott bázisben, hogy egy adott nevű ember milyen házszám alatt lakik. Miért? Hát most nekem kijönne a golyón a nevem, hogy Horváth Ádám Tamás, honnan tudják, hogy én melyik az a Horváth Ádám Tamás vagyok a, a többi közül? <laughs> nem, de itt konkrétan az van, hogy megvolt az áldozat neve, és megvolt, hogy melyik utcában lakik, de azt a Tom Cruise-nak így, így a saját ízé, kreativitása, döntött el végül, hogy a sok ugyanúgy kinéző házból melyikbe menjen be, pedig hát ugye a házszámot az például lehetett volna tudni. Tehát ugye itt a a nem bürokraták... oda volt bejelentve, biztos. Ja, ez az, így van, így van, nem volt alapcsolatja. De legalább működik az adatvédelmi az rendszer, nem? Hiszen... Igen, a igen, de közben ott van a metrón az iris szkennelő, ugye? Tényleg igen, valamint. de hát nem adják ki harmadik félnek, tehát szerintem igen. egyébként ez teljes mértékben, hát ez egy álom, GDPR álom. Igen, igen de értitek, hogy ez mennyire paradox, hogy ez például rohadtól működik, mert védik az emberek személyiségi jogait, nincs info, izé GDPR, közben le tudnak csukni téged olyasmi miatt, amit nem követtél el mert hogy rád bizonyítják, hogy te ezt eltervezted, mert hogy meglátta ezt három ilyen vízben feredőző látnok, ugye? Igen, nem éreztétek úgy kicsit a film végén, hogy tehát, hogy így ítéletet mond -e fölött a rendszer, felett a produkció, mert többször is azt hiszem, hogy történik olyan, hogy ott áll a gyilkos, vagy hát a megjósolt gyilkos az áldozat előtt, és akkor jön egy olyan sugallat, hogy dönthetsz másként. Pedig hát hirt, hirtelen felindulás uh, itt, a, itt, az esetekben a, a, az, ami játszik, de, de mégiscsak ugye az van ott, hogy maga a Tom Cruise is máshogy dönt, aztán nem történik végül máshogy maga az esemény, de ő képes volt arra, hogy máshogy döntsön, már pedig ha így van, akkor, akkor mégiscsak rossz ez az egész rendszer. Nem itt van, bocsássatok meg, nem itt van szerintem a csavar benne, hanem ott van a csavar, vagy az a lényeges momentum szerintem a szabad akarat meg ebben a kérdéskörben, hogy azzal, hogy megakadályozzák magát a gyilkosságot, úgy nem követi, tehát az a lényeg, itt szerintem a beavatkozás egy nagyon fontos momentum, mert nem, arról, nem csak arról van szó, hogy tehát ez egyfajta erkölcsi kérdés, és egyébként meg az adott világ társadalmi elfogadottsága, vagy város társadalmi elfogadottsága ennek az egész rendszernek, hogy ezt, ezt ők hogy vélik, mert otthon ülsz, ebédelsz a férjeddel, és bármelyik pillanatban megérkezhet, érted, ez a rendőrség, hogy glóriát adjon a fejedre, mert egyébként mindjárt megölnéd a férjedet hirtelen felindulásból de te egyáltalán nem gondolsz erre, akkor még ebben a pillanatban nem is tudod, hogy meg fogod tenni. De ők már tudják. Viszont azzal, hogy beavatkoznak, te tulajdonképp nem tetted meg. Tehát olyanért ítélnek el valóban, amit nem, tette, nem tettél meg. És szerintem nagyon érdekes ennek, ennek ez az aspektusa is, és ahogy mondtam maga az, hogy a társadalom ezt hogyan akceptálta magára, a világra, hogy ez egy olyan, mint az OCP, a robotzsaru univerzumban, hogy itt lebontják a, a, a lakótelepeket, és kiűzik onnan a, a, a szegény, ö, szegényeket, hogy, hogy oda Delta City-t felépítsék, és mindenen átgázolnak, mert egy óriás multinacionális cég, vagy, vagy egy hatalmas nagy cég, vagy úgy történik, hogy ez egy társadalmi elfogadottság van a magának a dolognak. Igen, meg egyébként a, csavart ma említetted, de ugye még az egy dupla csavar, hogy a Tom Cruise esetében konkrétan még az is van, hogy nem csak, hogy egy olyan büntényt követel, mint az átlagos állampolgár esetében, aki ugye nem is tudja, hogy el akar követni egy büntényt, csak meglátják a látnok lények, a prekugok. A Tom Cruise esetében még az a dupla csavar, hogy ő konkrétan látta a prekogok látomását előre, és ugye ennek függvényében, Viszont ugye neki még egy plusz lehetősége van, hogy tudatosan megváltoztassa a kimenetelt, hiszen ő látta a jósolt kimenetelt. Igen, ugye de ez ő nem tudta értelmezni azt, amit lát? Tehát az ablakon benéző fickó az nem egy ablakon benéző fickó, hanem egy óriás plakát. Tehát nem Igen. tudta, tudta kontextusba helyezni azt, amit látott. Azért a, a dolog nehéz, mert arra játszik rá az egész kérdéskör, hogy mit tekintünk például a bűnmegelőzés -bűn végső céljának. Ugye nyilván ebben a filmben is sokszor elhangzik, hogy itt az van, hogy, hogy Washington DC-ben, ahol ezt a rendszer tesztelik, mert ugye ott játszódik az egész, és ez nem egy általánosan bevett gyakorlat az Egyesült Államokban a film forgatókönyve szerint, hanem egy helyi tesztüzem tulajdonképpen, hogy, hogy ott ugye 90, nem tudom, hány százalékosan lecsökkent a követés ennek a jósló algoritmusnak hála. Na most, ugye ez azt jelenti természetesen, hogy ez egy sikeres eljárás. Mi az, ami ehhez képest valóban megjelenik jelenleg? Ugye én jártam nem is annyira nagyon rég, szerintem 2018-ban jártam egy konferencián, amikor, amikor uh, volt alkalom meghallgatni, hogy a San, uh, a San Diego-i rendőrség Kalifornia uh, államban, uh, annak egy matema ők matematikusokat, csak matematikából PhD-ket PSD-szerzett embereket foglalkoztatnak, mégpedig konkrétan azzal a célral, hogy előre jelezzék, hogy hol lesznek betörések. Ugye ez nem úgy működik, hogy konkrétan emberekre rá repülnek, tehát ne, nem éri el azt a szintet a dolog, mint ami ebben a filmben van, természetesen, hogy nem konkrét embereket köp ki, hanem egyszerűen egy olyan algoritmust dolgoztak ki, ami azt képes megjósolni, hogy a már megtörtént bűntények eset függvényében, hogy hol lesz a következő bűntény, vagy hogy egy adott környéken milyen valószínűséggel következik be bűneset, például nem is az, hogy gyilkosság, hanem betörés, vagy például a banda belháborúk, ugye, például hogyan történnek. Most itt egyszerűen az az adatbázis, amit kiépítettek, hogy hol mennyi, mikor, mikor voltak betörések, vagy illetve, hogy hogy a grafitik, amik a különböző bandáknak, a, például a drogkartelleknek a kéz, kézjegyei, ilyen módon tulajdonképpen, azok a városnak mely pontjai bukkannak fel, és ez alapján ugye felépítettek egy algoritmust, ami érdekes módon előre tudta jelezni azt, hogy melyik helyeken várható betörés, és akkor ott növelni kell a járőri jelenlétet, és ott is egyébként egy nagyon is, hát nem olyan durva, mint a filmben, de egy nagyon is mérhető, Ö, csökkenés volt, tehát ö, ezeknek az algoritmusoknak létezik valódi ereje. Viszont, viszont ö, azért felidézi szerintem nekem legalábbis a a a, legsöté, a legsötétebb dolgokat. Például az Eugenikát, ha, eml ha gondol gondoljatok az Eugenikára, ami ugye, hát a 19. században gyökerezik, de hát aztán Amerikában is bizony alkalmazták, még a 20. század második felében is alkalmazták, és persze a nácik kapcsán kerül elő egyre leggyakrabban ez, hogy az eugenika az egyszerűen azt jelentette, hogy azoknak az embereknek a tovább öröklését meggátolják, akiket úgymond a társadalom szempontból károsnak tekintenek valamilyen célból. Tehát legyen itt szó fogyatékosokról, vagy kisebbségekről, vagy, vagy, vagy akármiről, v vagy akármilyen nem mainstream életvitelt folytató, Emberekről. Ugye ez, ez nagyon gyakran előfordult, Tehát, hogy konkrétan ott mindig az volt a, a mondás, hogy tulajdonképpen a társadalomnak ezzel ők jót tesznek, hogy végrehajtanak ilyeneket, hiszen ugye az összenvedést lecsökkentik azáltal, hogy ezeket az embereket úgymond kiiktatják a társadalomból, és, és konkrétan iszonyatosan nagy támogatottsága volt értelmiségi körökben, ma már ez elképzelhetetlen, de a 20-as, 30-as években ez egy standard dolog volt, és egy tudományos dolognak tekintett dolog volt az eugenika ilyen szempontból. Most megnézem ezt a filmet, amiben az jelenik meg, hogy, a, hogy az emberek, akikből ugye ugyanígy, mint itt az eugenikában kinézik valami alapján, hogy ők potenciális bűnözők, annak ellenére, hogy nem követtek el bűnt, de kinézik belőlük, hogy potenciális bűnözők, és ezért ugye Mit csinálják, lealtatják le, őket, vagy hogy is működik ez a börtön bő, bő, bőr, ebben a filmben? Azt, azt segítsetek, hogy, ez, hogy, hogy mi történik itt a rossz fiúkkal? Hát tulajdonképpen igen, így ilyen stázisszerű álomba kerülnek, ha én ezt jól értem. De mennyi időre? Nem? Tehát igen, én is így értem, csak azt nem tudtam, hogy ők akkor ott is maradnak. Ez hát egy erről élet, én hogy... Nem emlékszem, hogy lett volna szó, vagy, vagy ugyanúgy éveket kapnak, hogy mondjuk mit Na, tudom igen. én, tíz évre. Hát ez a kérdés? Mert nekem úgy tűnt, hogy ők aztán abszolút ki vannak iktatva, tehát praktikusan ők le vannak lassítva. És egyébként innen, innen, is jött nekem a dolog, azt nagyon jól mondtad, hogy, hogy én is úgy értelmeztem a filmet, hogy ők egy ilyen stáziszerű állapotba kerülnek, és, és, ugye a film az pont abban a pillanatban, és most ez egy filmesztétikai kérdés, úgyhogy én kérdezek tőletek, mert ti ezt jobban értetek abszolút, hogy, hogy, hogy amikor ugye Tom Cruise-t úgymond lecsukják, ebben a filmben, berakják ebbe az állapotba, akkor mintha a film az venne egy nagyon radikális fordulatot. Onnantól kezdte az egész, hogy alapjában egy nagyon sötét, sötét film. Jó, vannak benne azok a vicces, szokásos Spielberg-féle kikacsintások, a, a hamburger húst, a rakéta hajtóművel megsütő, meg egyéb ilyen bőrleszki jelenetek azért persze nem hiányozhatnak belőle, mert a Spielberg ezeket sose hagyja ki de azért alapjában vívve egy nagyon sötét jövőképről van szó, és akkor hirtelen, hirtelen, hogyha relatíve gyorsan a film utolsó harmadában, éppen attól kezdve, hogy Tom Cruise-t valahogy lecsukják, mintha valami teljesen más vágányra kerülne át a film, ami a happy end felé tart. és, és éppen ezért nekem az a benyomásom támadt, hogy a filmnek létezhet egy olyan értelmezése, hogy onnantól kezdve az egész, ez a Tom cruise az elméjében történik, hogy ez álomkép. Ehhez, ehhez mit szó? Erről mit gondoltok? Nektek nem volt ilyen érzésetek, hogy ott törik egy nagyot a, a cselekmény? Hát erre nem gondoltam, de simán lehet. Simán, ez jó, igen. Ha legközelebb megnézem megint, tíz év múlva, akkor majd erre emlékezni fogok. Szerintem ennél egyszerűbb egyébként, bár tök jó magyarázat, meg érdekes felvetés, de szerintem csak mindössze arról van szó, hogy eleve hosszú a film. Abban az időben valahogy úgy nem készültek, nem volt még az, hogy nem tudom, két és fél óra, három óra bosszú állókra ültek be az emberek a moziba. Titanic kivételével szerintem a 90-es években annak végén és a 2000-es évek első éveiben biztosan, hogy nem volt ez különösebben divat, hogy, vagy legalábbis én egyáltalán nem emlékszem ilyenre, hogy a mainstreamnek szánt filmek, a szórakoztató filmek azok nagyon hosszúak legyenek. És... Igen, ez kifejezetten hosszúnak számított szerintem. Én nekem halvány emlékem van arról, hogy amikor ezt először néztem, és amikor a Tom Cruise eljut addig a pontig, ameddig ugye megjósolták nekik a, neki a prekogok, hogy mit fog csinálni, én már ott vártam a végét a filmnek, amikor először láttam, most nem, mert tudtam, hogy nem ott lesz vége, de onnantól kezdve ugye még nagyon sokáig tart, és azon én már ott meg voltam lepve, mert addig is volt a filmnek egy íve, tehát volt egy ilyen ö, utazás jellege, amikor a Tom Cruise ugye meglátogatja azt a... Hú, az, az egy nagyon undorító, azt, ö, kicsit olyan csodálkoztam is a filmnek azon a részén, ott a, ott a közepe felé, amikor ugye azt a szemműtétet megcsinálják, az a csávó eleve valami nagyon visszataszító, ö, ott jönnek azok a pókok is, meg amikor elgurul a szemgolyó, tehát akkor már ott el, elgondolkodtam, hogy ez valami ilyen Adams Family, vagy nem tudom, tehát ilyen nagyon, ott nekem egy kicsit túlment a dolog azon a, az addigi ö, keretrendszeren, ami be úgy tehát úgy kilépett a komfortzónából a film számomra. És pont ezért hoztam föl példaként azt, hogy a film nagyon hosszú, hogy szerintem előve arról van csak szó, és ezért tűnik sokkal tempósabbnak a vége, még a nagyon-nagyon hosszú felvezetés közben, mert mintha a novellákból állna, és így adnak ki egy egészet, és mindegyiknek egy kicsit más a stílusa. Tehát mintha ilyen, részek, van, igen, igen. ilyen részekből állna a film. A végére meg hát simán csak elfogyott az idő, és azt le kellett zárni. Érdekesebb volt felépíteni a cselekményt, tehát ami ugye, egyébként a kalambóba és hogy nem az az érdekes, hiszen az első pillanatban is látott, hogy ki a gyilkos, hanem az az érdekes, hogy hogy bizonyítod rá, a, a, mármint aki Kalambó, hogy bizonyítja rá a tettesre az elkövetett gyilkosságot. Tehát gyakorlatilag itt is kicsit hasonló volt a szitu, sokkal élvezetesebb volt nézni azt, hogy felépült az egész, mint az, hogy most a végén a, a, nyilván nem lövök le nagy spoilert, ha elárulom, hogy ugye Lemárral lesz a végső összecsapása ugye Tom Cruise karakterének. Ezt én közben nem vettem észre, vagy nem tudatosult bennem, amit most mondtok, hogy ilyen szakaszokra osztódik a film, de tényleg, tehát így utólag visszagondolva valóban vannak ilyen töréspontok benne, és tök más hangulatúak az egyes részei. Tudományosan egyébként mit szólunk hozzá, mit szóltok hozzá? Uha. Hát azt mondtátok már, és ezt teljesen egyetértek, hogy ami 2002-ben nagyrészt ilyen virtuális, például a technikai elemek, hogy a Tom Cruise például ott a, a virtuális valóság kijelzők, meg egyéb meg dolgok világában, hogy hogyan mozgatja nagyon cool kéz mozdulataival ott a dolgokat, ott hogyan kattintgat, hát ugye 2002-ben ez teljes mértékben, sőt, talán még azt is, nem merem azért ezt így, felelősséggel kijelenteni, de tám még a 3D nyomtatás is, amivel ugye ezeket a golyókba belegravírozzák a neveket, meg mindent, tehát ezek mind olyasmik voltak, amik hát 2002-ben, amikor a film forgott, sőt, 2001-ben forgatták a filmet, tehát hogy, hogy a, a, a hát akkor ez még ez nagyon nem volt meg, tehát én azt hiszem, hogy ez megint az a kategória, amit, amit az egyik tavaly, tavaly előtt évvégi adásunkban Vettünk teki, terítékre, tettünk terítékre, hogy ugye mennyi, milyen nagy mértékben visszahat a science fiction a valóságra. Tehát, hogy annyi minden, az okos otthonoktól kezdve, ugye csomó minden, ami benne van ebben a filmben. Szerintem ez 2002-ben egy, egy ilyen új dolog volt. Én nem gondolom, hogy. Hogy, hogy akkor már léteztek ilyen irányú fejlesztések, és ma már ezek kb. mind léteztek, léteznek. Most nyilván azok az autók, amik ott közlekednek, azok azért nem, nem léteznek ebben a formában, de de, de azokat leszámítva. De nincs, nincs mérnöki akadálya, hogy létezzen Igen, ilyen autó. Itt inkább azon áll, vagy bukik az egész, hogy ezek a prekogok a jövőbe látnak, tehát azt el kell hinni, hogy ilyen létezik ha nem hisszük el, akkor ugye nem működik. Igen, és ez megint a déjà vu vezet vissza, meg a Mandela effektushoz, meg ilyesmikhez, amikről korábban egyszer beszélgettünk egy nagyon jót mi hárman. Tehát, hogy, 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 egyáltalán mennyire lehetséges, hogy az ember egy olyan univerzumban, amit én meggyőződéssel hiszek, hogy, hogy, hogy olyan, amit mint amit a kvantummechanika tanít, tehát nem tudjuk megjósolni a jövőt, még elvileg se, nem úgy gyakorlatilag, hanem hogy elvileg se, hogy egy ilyen univerzumban egyáltalán lehetséges -e az, hogy, hogy valaki valamilyen csodálatos képpen valami információt kapjon a jövőből, ugye én erre azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy erre nyilván nem a az a válasz, hogy nem, viszont akkor persze nagyon érdekes kérdés, megint csak, hogy akkor a mindannyiunk által is ismert érzése a déjà vu-nek ez honnan ered. Ugye ez egy, ez egy, ez egy aktív kutatási terület, és egyébként egy, egy kedves ismerősöm, aki egy hallgatónk, éppen a, éppen a, 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 a Matrix, Matrixban élünk-e jellegű Mandela effektusos adásunk után küldött is néhány nagyon érdekes kutatási eredményt, hogy ez tényleg vizsgálják ezt a deja vu dolgot, hogy ezek a prekogníciók ezek valóban létező dolgok-e. Ugye ezeket ma már tudományosan lehet vizsgálni. És Igazából az az érdekes, hogy természetesen az a helyzet, hogy, hogy persze nem a jövőt látjuk, amikor azt hisszük, hogy, 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 már láttunk ilyet, tehát az előrevetített déjà vu az nem létezik, de egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy azok a tudományos vizsgálatok, amik mostanában zajlanak, azok inkább arra mutatnak, hogy amikor déjà vu érzésünk van, az például olyasmivel kapcsolatos, hogy például jártunk már nagyon hasonló jellegű fizikai terekben, például egy hasonló méretarányokkal vagy elosztással rendelkező szobákban, ami oké, tök mással volt feltöltve, de, de mégis valamilyen szempontból hasonló volt. Ugye ezt úgy vizsgálták, hogy az emberekre virtuális valóság cuccokat adtak, és, és azt kellett megmondaniuk tulajdonképpen, hogy az elejük vetített, és ott szabadon köz, közlekedhettek ugye ilyen, ilyen virtuális terekben, a virtuális valóság sisakjuk segítségével, meg joystickkal, vagy mit tudom én mivel, és, és igazából azt kellett megmondaniuk, hogy ők úgy érzik-e, hogy jártak-e már ezen a területen, és hogy mik voltak azok a pontok, amikor azt mondták, hogy ők már jártak -e ebben a e, e, virtuális térben. És akkor mondták azt, hogy ha például a szoba hasonló alakú volt, akkor nagyon erős, úgymond dezsávő érzésük volt az embereknek, az volt a benyomásuk, hogy, hogy na hát ilyet már láttak. És és, és, azt, és, és, most már a modern technikával ezek vizsgálható dolgok, ezt akarom csak mondani, és azt, azt mutatja, hogy valamennyire talán érteni véljük a déjà tehát ezek valódi emlékek, csak, csak előhívva, csak nagyon nem trivialis kontextusban, de, de múltbeli emlékek. Tehát nem... De ezek mondjuk a saját emlékeink, igen, saját igen, tapasztalataink. Igen, igen, pontosan. Itt viszont arról van szó, hogy másoknak a gyilkosságát látjuk igen, a filmben. Igen, ez, ez itt, a, a gondolatátvétel kérdése. Igen, tehát itt szerintem az az alapfeltétel kell, hogy teljesüljön, hogy az emberiség már pedig valamilyen ö, szociális hálóval, valamilyen empatikus szövettel ö, kapcsolatban áll egymással, és ö, erre vagy Rátalálunk vagy nem találunk rá, de hogy ez létezik. Tehát egy ilyen olyan ökoszisztémában élünk, mint az avatar, hogy minden, mindennel ö, kapcsolatban van, és ö, ez ki is használható, vagy, vagy erre egy erre rá is lehet kapcsolódni, mint, mint, mint egy számítógépes hálózatra, és tulajdonképpen ö, ezt, ezt meg lehet így ö, jeleníteni ilyen filmekben például. Ez nagyon érdekes tényleg, meg az is, hogy ugye. Itt kb. olyan ilyen víziókat látnak ezek a lények, mintha valami film lenne, tehát ez nem is egy másik ember nézőpontja, ugye? Tehát hát, hogy nem csak is, egy filmet, hanem idéznek vissza. Igen, ez egy egészen érdekes kérdés, és és tényleg a kollektív, kollektív tudat, illetve tudattalan kérdését vetíti előre. De akkor megint behoznám a Mandela-effektus kérdését, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy, hogy mik azok a dolgok, amikről mindenki azt hiszi, hogy úgy történt, és közben nem is közben meg egyáltalán nem is történt új, tehát ez ennek egyik legszélsőségesebb esete, például, hogy egy Facebook csoport létezik, sőt, hát több millió ember létezik Amerikában, akiknek meggyőződése, hogy a 80-as években létezett egy TV show, aminek semmi nyoma nincs. De ez nem az nagyon erős stereotípiákra épít ez a... De, könnyen lehet, könnyen lehet, de azért ez mégis hátborzongató, és akkor valódi összeesküvés elméletekre ad lehetőséget az, hogy, hogy hát miért nem tűnt el, és akkor többen vannak, akik egybehangzóan állítják, hogy ebben az adott TV showban, amiben egy, egy Magyarországon nem annyira ismert, és én a nevét nem tudom felidézni, amerikai televíziós személyiség, egy másodosztályú színész, egy játszott, Uh, valami Shazam nevűnek gondolják, de a címét is tudni vélik ennek a sorozatnak, aki egy jelent meg, aki gyerekek kívánságai teljesítette, tehát mint nálunk a dévényi Tibi bácsi, tehát hogy kb. így, de hogy ez egy jean volt, és hogy ez egy létező műsor volt, és, és, tényleg rengetegen mondják, hogy ez van, és hogy ők gyerekkoruk óta, és ő is, meg a tesója is jól emlékszik rá, senki nem tudott produkálni egyetlen egy felvételt se semmilyen archívumból, hogy ez a sorozat létezett, maga a színész, akiről azt mondják, hogy ebbe szerepelt, ő maga is tagadja, hogy valaha is szerepelt volna ilyesmiben, de persze erre is megvan az összes kövés, mert hogy, hogy mit tudom én, valamiért valami sértő dolog volt benne, és emiatt aztán persze végül aláírtak egy szerződést, hogy mindenki tagadni fogja, hogy valaha volt ilyen és minden kópiát bezúztak, de hát nyilván nem ez az igazság, mert azért ez, ez, ez gyakorlatilag lehetett. És jönnek benne. a sötét zsaruk, és bevillantanak az embereknek. <laughs> igen, igen. Tehát, hogy elképesztő, hogy hogy ilyenek vannak. Tehát, hogy, hogy azért a kollektív tudat működése, az, az valami fantasztikus meg félelmetes is. És nyilván, ahogy mondod, a sztereotípiák, azok azok így működnek, és a sztereotípiák is benne vannak a kollektív tudatban. Tehát ez csak azt akarom mondani, hogy ez a kollektív tudat, vagy kollektív tudattalan mind a kettő, az azt hiszem, hogy ez az valamilyen módon számunkra nem értelmezhető módon, tudományosan szerintem egyelőre még nem megragadható módon, de valahogy ez létezik. Tehát ez ez, ez nem egy, nem egy, nem egy fulkamú. Tehát itt, itt ebben van valami, mert nagyon sok ilyen jelenség van, és ezt, ezt, hát én ezt nyilván nem értek hozzá, de nagyon érdekes lenne megérteni, hogy ezek hogy működnek. Mondtad, Miklós, hogy te máshogy fejezted volna be. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fejezted volna be te, illetve Csabi. Én ugye ugye nem tudok szabadulni attól a gyönyörű párhuzamtól, ami végigvonul az egész filmen. Végigvonulna, hogyha a forgatókönyvéről kiasztálta volna. Tehát ugye van Tom Cruise, Akinek az a személyes tragédiája, hogy amíg ő le volt merülve a vízbe, akkor tulajdonképpen a medencéből, tulajdonképpen kilopták az ő gyerekét, akit elvesztett, ugye? És akkor ugye később a film során látjuk, hogy a Tom Cruise a medencéből kilopja ezt az orákulumot, ezt a prekogot, és elviszi magával. Ugye? Tehát látjuk, érezzük, hogy itt azért van mindenképp egy ilyen vizes párhuzam, az ő gyerekkel tulajdonképpen a medencéből lett kilopva, és aztán Tom Cruise maga is egy medencéből lop ki egy nőt, aki, aki gyámoltalan, és körülbelül egy gyermeki lény, és, és, és nagyon adekvát befejezés lett volna számomra, hogyha Tom Cruise örökbe fogadta volna ezt a prekogot, és ilyen gyerekpótlékként a feleségével felnevelte volna például. Ez szerintem egy teljesen szép párhuzam lett volna, és ezt, ezt valahogy elengedi, elengedik a spielberg mert nem ez történik. Pedig szerintem annyira adva van, meg annyira fel van építve az egész ezer a medencés párhuzammal, hogy, hogy, hogy én konkrétan azt hiszem, hogy valamikor a sztori gyártás közben kellett, hogy létezzen egy ilyen forgatókönyv verzió, csak aztán végül valami producer azt mondta, hogy már pedig ezt nem így kell befejezni, hanem így és így. És talán ezért is tűnik annyira erőltetetnek nekem a vége, ami olyan erőszakosan és gyorsan uh, tör a happy end felé, ami nekem egy kicsit váratlan. Annak ellenére, hogy tetszik a film vége, de mégis fura. Tehát én valahogy inkább ebbe az irányba fejeztem volna be. Jó, igen. Én egyébként azzal is elégedett voltam, ami a, a képernyőn megjelent illetve nem nem jutottak eszembe egyéb forgatókönyv változatok, úgyhogy én elfogadom a te verziódat is, meg a Spielbergéknek is a produkcióját. Szerintetek mennyire sötét ez a jövő? Na ez ez nagyon szép, ahogy az elején mondtam, itt egyszerre disztópia és utópia, tehát olyan szempontból szép, hogy azért ez akárhogy is nézzük, visszatartó erő a bűnözésnél. És itt egyébként de viszont ugye nem szép ez a mielőtt megtörténik a bűn, azelőtt lefagyasztani ezeket az embereket. És itt mondtátok ezt a lefagyasztást, hogy ez mennyire, ö, mi történik ott, hány évig vannak ott, közben valami álomképet sugároznak ebbe nekik, mert az önmagában, hogy ez a lefagyasztás, ez van, ez jó, a társadalomból kivonjuk azt az adott egyént, de most nem tudom, 10 év, 20 év, 30 év után visszatesszük ugyanúgy ugyanazt a gyilkos hajlamú egyént, mondjuk most itt nem egy ilyen hirtelen felindulásos egyénről van szó, hanem tényleg egy ilyen előre megfontolt szándékkal dolgozó versenyzőről, akkor, akkor annak úgy nem sok értelme van, ez ugyanaz, mint amit a pusztítóban látunk, hogy lefagyasztják a, nem tudom, Wesley Snipes vagy Dennis Rodman van ott benne? De most hirtelen nem emlékszem talán a Dennis Rodman, de majd esetleg a kommentelők ö, megdobálnak. Tehát szóval, a pusztítóban a Wesley Slimes van benne. Na, őt, őt lefagyasztják, és igazából a fagyasztás alatt nem történik vele semmi, tehát nem olyan, ö, mint egy fegyházba lenne, hanem elalszik, felébred, és akkor utána ugyanúgy ugyanolyan emberként ébred föl ö, sok évtized múlva is és folytatja az... Akkor hol a, bünt hol a büntetés? Na, Értel, hát, tehát, hogy igen. Miért büntetés az, hogy a jövőben a sokkal modernabb civilizációban remélhetőleg a sokkal modernabb civilizációban ébredek föl? Na, Hát ez az, de ez már igazából ilyen, tehát nagyon más vizekre evezünk, hogyha ezt tovább pedzegetjük, mert itt ugye jelenleg is ez probléma, vagy hát problémás kérdés, ellentmondóak az álláspontok azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk most börtönbe zárunk valakit, akkor az megjavul-e, ha sok évet ott tölt a börtönbe, sok évtizedet, akkor ha, amikor kijön onnan, akkor egy más emberként jön -e ki? Hát biztos, hogy más emberként jön ki, viszont azért erősen megosztanak a vélemények, hogy negatív vagy pozitív értelemben. Erről is nagyon jó filmek vannak. Most mondok egyet például, amit nemrég néztem, ez a Shot Caller. Ez arról szól tipikusan, hogy egy egy gyilkosság, vagy hát egy ilyen baleset miatt kerül be egy ember, aki nem szánt szándékkal ölt, de azért mégiscsak miatta halt meg egy ember, de alapvetően nem egy gyilkosról van szó, ott a börtönben azonban teljesen megváltozik, és tulajdonképpen egy ilyen Breaking Bad-szerű történet ez, hogy először csak a túlélésért csinálja meg a börtönbe azokat a dolgokat, amiket, amikre ott rákényszerítik a védelem érdekében a különböző ilyen bandák, de aztán utána ő így tovább lendül ebben, és átveszi a kormányt, és már gyakorlatilag élen fog járni az ilyen típusú cselekményeknek a kivitelezésében és megtervezésében, úgyhogy ez egy, ez egy ilyen tök fordított eredményt prezentál nekünk ez a film, meg hát azért biztos nyilván arról is vannak filmek, hogy megtöri a, az embert a börtön, és akkor jobb emberként jön onnan ki, meg egyikre másikra biztos vannak kutatások, de azért ez egy nehéz ügy. Minden esetre az ilyen skifikben, amikor így le az embert, az azért ott kérdéses. Mondjuk, ha úgy fagyasztják le, mint az obrien a ds hogy ott közben ö, valami van a fejében, tehát mondjuk nem tudom, pár percre teszik stázisba, és közben ott hónapokig, évekig szenved bezárva egy cellába az ő saját agyába, az megint egy másfajta kérdés. De lehet, hogy eltértem kicsit a tájtól, mi volt itt az eredeti kérdés, bocsánat. Hát nem tudom, már egy kicsit bealudtam. <laughs> 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 Akarsz, Miklós, reagálni arra, amit a Csabi mondott? Nem, 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 én, én csodálattal hallgattam. Egyébként én nem aludtam be, de nekem egy másik film jutott eszembe, ami hasonló jellegű, ugye az Idiocracy, de ez egy nagyon más szint, de ott is ugye az van, hogy a csávot, csávot lefagyasztanak, és akkor utána feléled, és egy teljesen más világba találja magát, e, ami most már nem is tűnik annyira disztopikusnak, mert, mert körülbelül ott az ott megjelenő Camacho elnök úr az az, az, több vonásában előre a Donald Trumpi elnökségnek néhány ilyen, hogy mondjam csak, kulturális megnyilvánulását, de, de, de ilyesmiken járattam az agyam közben. Mindenképpen, mindenképpen érdekes dolgok ezek, azt kell, hogy mondjam. Ez volt a Parallax 48. epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Még mielőtt elbúcsúzunk, viszont mi a helyzet szokorébresztő tájékon,

Hát a szokorébresztő tájékon természetesen az van, hogy két hetente mindig újra és újra jelentkezünk külkutatási dolgokkal, de ott nincsen ennyire jól fölvázolt koncepció, mint a parallaxisnál, tehát ezért aztán én el sem tudom mondani, hogy majd amikor a kedves hallgatók legközelebb hangolódnak rá, a tilos rádió, azaz a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávra hétfőn reggel 9-től két hetente, akkor mit fognak hallani, szóval ez legyen meglepetés. Általában a műsortervet az élet írja. Itt aztán nagyon érdekes dolgok történnek az űrkutatásban, és, és, hát ezért van az, hogy mi nem tudjuk megmondani, hogy mi a helyzet, de talán Csabita jobban tudsz beszélni arról, hogy mi a helyzet az impulzuséknál. Hát remélem, hogy mire ezt az adást halljátok, addigra már elkezdtük az új nemzedék sorozatnak a kibeszélését. Nem biztos, de ez, ez a... Hát jóslatom, hogy talán ez megtörténhet, mire, mire ez az adás már kikerül, addigra impulzus podcast is lesz heti rendszerességgel. De lesz 49. parallaxis is, ami tulajdonképpen az utolsó a megszokott módon ebben az évadban, mert az utolsó, az évad utolsó 50. adását egy fantasztikus ünneppel koszorúzzuk meg, úgyhogy de előtte még találkozunk, tehát a 49. résszel április 29-én, Csaba, Miklós, köszönöm, hogy itt voltatok, kedves hallgatók, köszönöm, hogy hallgattátok a műsort, további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy sem kell hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.mtv.hu